Mozgalmas időszak előtt áll a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vásárosnamény. Több helyen már javában zajlik a beruházás. A településre topos és más támogatásoknak köszönhetően több mint 2,2 milliárd forint érkezik. A nyár vásárosnamiban nem uborka szezon, hiszen a topos pályázataink elbírálása folyamatosan előrelép. Elkezdődött azzal, hogy az ipari területünknek a közút kiépítése, illetve a közvilágítás és a csapadékvizelés pályázatunk 510 millió forintos támogatásban részesült. Ezzel párhuzamosan az óvodafejlesztéses projektünk is közel 245 millió forintos támogatást kapott. Ez nagyon fontos számunkra, mert egy régi óvodaépület helyére egy bölcsődét építettünk, ezzel párhuzamosan hogy a csoportlétszámok növekedtek, viszont ez a pályázat lehetővé teszi, hogy helyreálljon a rend, és két csoportszobával, logopédiai szobával és egy kis tornateremmel bővüljön az óvodánk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összesen 1,3 milliárd forintos turisztikai fejlesztési keretből 161 millió forintot kapott a vásárosnamény. Ennek köszönhetően egy turisztikai központot hoznak létre Gergely Juhornyán. De közel 70 millió forintos GINOP forrást is nyertek, ezt pedig egy lapátos pihenőhely kialakítására fordítják. Ezek a beruházások évtizedek óta váratnak magukra. A település polgármestere hozzátette, nem a tiszaparti vállalkozók ellen akarnak dolgozni, hanem őket segíteni. Helyi és megyei paktumoknak köszönhetően pedig összesen 345 millió forintot különböző képzésekre és a helyi munkaerő bővítésére, de gyerekprogramokhoz is kapnak anyagi segítséget. Egy EFOP-os pályázat, a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás adta be ezt a pályázatot. Itt térségi gyermekprogramokra, integrált kistérségi gyermekprogramokra kerül sor. 500 millió forintos támogatásban részesült a kistérség. Ez nagyon fontos volt számunkra, hiszen ez egy folyamatnak a következő állomása. Egy ilyen jellegű pályázatunk volt a korábbi időszakban, ezt tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk folytatni. Épp ezért fontosak az államtitkári látogatások, az államtitkári bejárások, hiszen Cibere Károly nemrég járt a városunkban, és személyesen is meggyőződött arról, hogy milyen munka folyik itt, illetve milyen helyzetben vannak a családok itt a Bereg szívében, a vásárosnaményben. Egy másik top forrásnak köszönhetően öt középületben összesen 413 millió forint értékben napelemes rendszert és hőszivattyút építenek ki a költséghatékonyság növelésére. Az érintett intézmények közé tartozik például a Városháza és a Művelődési Központ. A számos beruházás mellett még egy fontos topos elbírálásra vár a település. Szeretnének egy összekötő kerékpárutat kiépíteni a Vásárosnaményi Szabadság tér és Kisorsány között.